1990-ben Nyíregyházán nyitotta meg kapuit az Óvoda Történeti Múzeum, amely helytörténeti kiállításnak indult. A gyűjtemény egyre bővült, ugyanis kiderült, Magyarországon nincs Kisdedóvás Történeti Múzeum. 1995-ben került a gyűjtemény Martonvására, hiszen a gyűjtő, szervező Harcsa Tiborné Kati néni úgy gondolta, méltó helyre kerülnek ezek a kincsek azon a Fejér megyei településen, ahol Brunswick Teréz 1828-ban létrehozta Közép-Európa első kisdedóvóját. Martonvásáron egy nagyon befogadó szellemiségű embercsoportra talált a polgármester Horváth Ottó és a Magyar Tudományos Akadémia Martonvásári Kutatóintézetének vezetője dr. Bedő Zoltán személyében, valamint a Brunswick Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány is örömmel fogadta a kezdeményezést. Az Óvoda Múzeum pillanatnyilag szűk helyen van, és kis alapterületen, de nagyon reménykedünk, hogy valaha bekerül a méltó helyére, ami a műemlék óvoda lenne, amit 1883-ban Brunswick Géza, Brunswick Teréz unoka öccse épített. Hát elsősorban Terézre emlékezünk, ahogy belépünk, hiszen mindent neki köszönhetünk, Közép-Európa első óvodáját, hiszen a büszke Bécs csak 2 évvel később kérte Terézt, hogy segítsen óvodát nyitni a miénk után. A bajor királynő 5 évvel később kérte Terézt, hogy segítsen Münchenbe és Augsburgba is 2-2 óvodát létrehozni, de a linci óvoda létrehozásában is van szerepe Brunswick Teréznek. Tehát itt föltétlen elsősorban őrá emlékezünk, és végre megláthatjuk az első óvoda belsejét egy a 10 arányos méretű makettben, ami tulajdonképpen úgy készült el, hogy csak leltárunk volt róla, és egy prózai leírás. Míg a külsejéről az óvodának, a Brunswick házról több kép és megjelent, ami szintén látható. Terézerekéket tartunk 3 vitrínbe, és a függönyön korabeli óvodai szemléltetőképeket, röplapokat láthatnak a látogatók, és majd a Fröbel-féle gyermekkerteket, amelyek divatosak voltak Magyarországon, holott ez egy tipikus német pedagógia. De Fröbel korának nagy zsenie volt, ő mondta azt először, hogy nem elég csak szóval tanítani, hanem eszközökhöz kötötten kell, és nem csak, mert hogy megalkotja ezt az eszköztárat, amit ő elképzel, megszámozza, hogy kell a gyerekeknek odaadni, de ő az, aki 100 évvel előzte mekkorát, mert minden egyes gyerek kezébe már eszközt adott, mi meg a 70-es évekig általában csak frontálisan szemléltettünk. A németesség azért rajta van, mert ez a precizitás, pontosság, ami nem igazán a magyar gyerek temperamentumához és a mi találékonyságunkhoz illet, de ezt fölfedezték korán a magyar óvodapedagógusok, és 1890-ben magyarítják ezt a pedagógiát, és a magyar gyerek kreativitására és alkotó képességének fejlesztésére alkotják meg a századforduló óvodáját, és az 1920-as, 30-as évekig ez így van, sőt 20-ban a Fröbel eszközök reneszánszukat élik, és bár egész más módon, mint ahogy ő annak idején megálmodta, de minden magyar óvoda használja a munkafeladatokhoz, amely a gyerek kézügyességét, iskolára való előkészítését is jelenti. 220 éve született és 150 éve halt meg Fröbel. Korának halhatatlan nagy zsenéje volt, tőle származtatjuk, hogy nem elég csak szóval oktatni, hanem eszközökhöz kötötten kell a gyermekeknek ismereteket és tapasztalatokat szerezni. És ehhez ő megalkotott egy hatalmas eszköztárat, leírja a sorrendiséget és a feladatok, műveletek elvégzését. De lássunk egy tanversikét is ebből a korból. Ez a kocka egyik lapja, többit a kezem takarja. Ez az éle, ez a csúcsa, jaj, de megszúrt, csúnya hús. A magyar gyerek szeret maga alkotni, és van is hozzá fantáziája, szóval mi egy ilyen kreatív nemzet vagyunk, és úgy gondolom, hogy nem hiába van 12 magyar származású Nobel-díjas a világon. Na most az, hogy a gyerek találékony, ez egy nagyon jó dolog, mert egy kis papírból, egy fűszálból, és ha az Óvoda Múzeum anyagát, a századfordulós dedó játéktermét végignézzük, lehet látni, hogy a bogáncsból és bármiből olyan dolgokat találnak ki, a gyerekek építenek fel, hoznak létre, vagy a természetes anyagokból. Hát, ha még az óvónő is segít nekik. Tehát a megoldás, a kivitelezésben segíteni kell, és néha a gyerek ötlete az, ami az óvónőt is tovább lendíti. De az óvónő is találékony, mint hogy minden magyar ember találékony, és erre is látunk példát, hisz ott van a kis fűszerbolt, amit az óvónő csináltat, és játszva tanítja meg így a gyerekeknek boltost játszva, tehát ez tulajdonképpen egy didaktikus játék.
az anyagok nevét, színét, formáját, illatokat, ízeket, színskálát és a bolti viselkedési kultúrát. Vagy ott van a drótmozi, amikor semmi játék nincs a háború után, és hogy az óvónő gyönyörködtesse a gyerekeit, megrajzolja sok-sok mesének a kellékeit, szereplőit, és három dróton, háromféle síkban tudja úgy mozgatni, hogy a mesét le tudja játszani vele. Körülbelül 20 éves intervallumokban szakaszolódik a kiállítás, és 1960-ig tudunk elmenni, így is elég zsúfoltan, de ami külön kiemelkedik még ebben a kiállításban, az a magyar kisded óvóképzésre vonatkozó dolgok, hiszen arra is büszkék lehetünk, meg az egész nagy európai kontinens első óvóképzőjét a magyarok nyitják, és tudni kell, ez 1837-ben van, hogy akkor még feudális államrendben jobbácsorsú Magyarországon élünk, és pusztán egyetlen évvel előzött meg bennünket a gazdag kapitalizált Szigetország Anglia. Na most a vitrinünkben és a óvónői tanulói asztalon lehet látni abból az időkből vezérkönyveket, lehet látni fotókat úgy az épületekről, mint a képzőigazgatójáról. Lehet óvó urakat látni egy csokorba, ugye, mert viccesen mindig ezt szoktam mondani, hogy férfiak voltak az első óvónők, és sokáig, tehát 10-15 évig vezet a magyar kisdedóvás Európa szerte, úgy színvonalában, minőségében, mint szervezettségében. Melyek a legrégibb játékok itt az óvodában? Hát elég sok játék van, de a századfordulósak általában és a század közepei. Ha a fröbel eszközöket nézem, az az 1870-es évekből valók, és nagy örömünkre szolgál, hogy a fröbel eszközből mindent be tudunk mutatni, mert megtaláltam két helyen, egy Nyírbátorban egy részét, a másikot pedig Csongrádon, fáskamrába tüzelésre vártak ezek a dolgok, és a másik dolog, hogy babákból van nekünk a múlt századból, 1870-es, 80-as, 90-es évekből játékaink, és számtalan szakkönyvünk, szakfolyóiratunk, és módszertankönyvünk ezekből az időkből, aminek hát nagyon-nagyon örülünk. A magánóvodai blokk is egy külön érdekesség ennek az óvodatörténeti múzeumbanak, ugyanis az 1930-as évektől lesznek divatosak a magánóvodák, amelyek csak 10 gyerekesek, és 10 gyerekig nem kell engedélyt kérni és adót fizetni, és ez általában a polgári ízlésvilág, a polgári kultúrát tükrözi, és az olyan színvonalú lányok lesznek óvónők elsősorban, akik dolgozni szeretnének, vagy a saját eltartásukban is részt akarnak venni. Tehát ezek így alakulnak, holott az állami óvoda pedig ugyanakkor 50-70-100 fős egy óvónénire és egy dajkára. Hát a színvonal, a kontraszt itt a kiállításon nagyon szembetűnő. Az 1930-as években alakulnak ki a nyelvi zenei óvodák, de legtöbb esetben a Montessori-féle szisztémával és eszköztárral működő óvodák. Dr. Montessori Mária olasz orvosnő és pedagógus, aki először 1907-ben Rómában gyermekek házában alakítja és teljesíti ki módszer és eszköztárát. Itt egy nagyon szép tárházát láthatják ezeknek az eszközöknek. A Montessori eszközök lényege az, hogy sokoldalú érzékszer fejlesztéssel éri el az értelem fejlesztését, ugyanis Montessori Mária úgy nyilatkozott, hogy a gyerek belsejéhez, tehát a gondolatvilágához nem tudunk másképpen hozzájutni, mint a külső eszközeivel, tagjaival. Ezek a külső eszközök érzékszervek a szem, a hallás, a szaglás, a kezünk, a lábunk és a mozdulatok. Ez az eszköztár úgy van megalkotva, hogy minden eszköz maga mutat rá a hibára, vagy a pár segít a megoldásban. A legtöbb eszközt három ujjal kell forgatni, hogy a ceruzafogást is előkészítse. Külön eszközei vannak a tapintásnak, a hallásfejlesztésnek, a szaglásnak, a relációknak, az írás kialakításának, a körülhajzolható tábláknak, a geometriánál a testeknek és a síkidomoknak, amelyek a testeket határolják, a színérzékét fejlesztésnek pedig több variánsa. A kiállítás anyagát 1990-ig Kati néni gyűjtötte Nyíregyháza és környékén, majd az Óvoda Történeti Múzeum nyitása után országos gyűjtőkört kapott. Megkaptam a hivatalos minisztériumi engedélyt és működési engedélyt Óvoda Múzeum címen, holott tudták, hogy ez Óvoda Történeti Múzeum, de így rövidebb, szóval ezt akarja. És az országos gyűjtőkör azt jelentette, hogy az ország
egész területén gyűjthettek, hiszen annyira elpusztultak a mi dolgaink, számtalan forradalom, háború és a rendszerváltás vitte el őket, ugye arról nem beszélve, hogy 1948-ban a Fordula TV-ben, mikor Rákosi meghirdeti a materialista kommunista szellemiségű nevelést, és jönnek az államosítások, akkor az állami óvodából is minden könyvet, folyóiratot selejtezni kellett, tehát vagy zúzda, vagy a tűz, mert minden keresztény szellemiségű volt, csak felekezeten felül. Ezért aztán mindenünk elpusztul, és én öreg óvónénik szekrénye aljából tudtam gyűjteni a szakkönyveket, szakfolyóiratokat, tehát a szakirodalmat, és pincék, padlások, tűzépnek eladott óvoda padlásán a játékokat, játékeszközöket, és olyan családoktól, akik megőrizték mindazokat, hiszen ez tudva levő, hogy az óvodába is csak olyan játék kerülhet be, ami a családokhoz is bekerülhet, vagy az kapható a kereskedelemben. A higiéni és nevelés, a tisztálkodásra való szoktatás nagyon fontos feladat volt az óvodában. Szinte a gyereken keresztül igyekeztek hatni a családokra, mert abban az időben számtalan járvány, TBC, tífusz tizedelte a gyermekeket. A falon látható tisztálkodási kép erről is informál bennünket, s mivel az 1950-es években átfestették az imádkozom szót nyújtózkodomra, a kor szellemiségét, a diktatúrát tárja elénk. Reggel, mikor felébredek, imádkozom és felkelek. Megmosom jól fülem, nyakam, símára fésülöm hajam. Fogaimat is megmosom, kijöblögetem a torkom. Kitisztogatom körmömet, mert óvónéni úgy szeret, hogyha reggel 8 órára tisztán megyek óvodába. A múzeumnak hallatlan nagy látogatottsági köre van, és nem csak magyarországi viszonylatban, hanem nemzetközi viszonylatban is. Talán nem hiszik el sokan, hogy Nepálból, Katmanduból voltak itt, hogy Korfu-szigetéről voltak itt, hogy a múltkor Korzikáról jött egy család, és hát, hogy mondjam, magyar volt az egyik tag, és hallott róla, svéciak, akik egymástól hallják, és azt mondja a család, hogy neki a barátja mondta azt, hogy ha Magyarországon jár, akkor el ne kerülje az Óvoda Történeti Múzeumot. Hogy ennek mi az oka? Hát elsősorban az, hogy mindig visszaidéz a gyerekkorból valamit ez az Óvoda Történeti Múzeum minden korosztálynak. És én azért vagyok boldog, mert ide bárki bejön, itt fölhangolva, mosolyogva, egy kellemes élményt, egy gyerekkori eseményt visszaidézve boldogan távozik. Azt hiszem, hogy a mai világban ez egy nagyon nagy dolog, hogy pár pillanatra is boldogságot tudunk és örömet nyújtani az embereknek. 1960-ban véget ér az időutazás a magyar kisdedóvás történetében. Kati néni reméli, hogy a nem túl messzi jövőben az 1960 és 1990-es éveket is be tudja majd mutatni önöknek egy új helyen, egy méltóbb épületben.